Az idő. Ez egy relatív kategória, bár az ember abszolút módon használja. Igen, ember abszolút módon méri. Mérte is mindig, homokórával, árnyékokkal, eszközökkel, ma is méri karórával, mobiltelefonnal. De Allahnak szubhánja tála nincsen karórája, számára az idő teljesen más. Ahogy a bolygók számára is más. Ahogy a óceánok számára is más. Az óceánoknak nem a nap határozza meg az időt és a föld forgása, hanem a hold és annak a vonzása határozza meg az ár és a pályjátékát. A rovarok számára a pete, lárva, báb, kifejlett bogár állapot ciklikussága. Az ember számára pedig az a szám, amit mér. Mert az ember mindent mér. Méri vérnyomását, vércukrát, hosszakat, űrmértékeket, sebességet. Majd kialakít egy mesterséges környezetet, kiszakadva a világból, az összes dimenzióból, és kialakít egy emberi teret, ami egy lombik alatti lét. Majd ezek a számok veszik át az ember felett az uralmat. És megszűnik a tudat, megszűnik a gondolkodás, és megszűnik a sokféle látás. Így hát az a felfogás, ami a régi korokban az időt jelentette, amikor még ez a lombik nem volt, más, mint a mai időfelfogás. Akkoriban a lejegyzett életkorok más számításon alapultak, mint ma. Lehet, hogy az akkori 20 éves életkor teljesen más, mint a mai 20 éves életkor. De mégis vitatkozunk ezen, hogy akkor is bizony 20 évig élt, és ma pedig több. Ki tudja? Afrikában még ma sem jegyzik le sok helyen az emberek születési évét, hanem bizonyos jelenségekhez kötik, hogy a hernyó vagy a sáska járás éve, hiszen a próféta sallallahu alaihi wasallam is a elefánt évében született, ennek története egy másik videó tartalma. De Isten az ember számára mégis meghatározott egy időt, egy olyan időt, ami az ő szolgálatára vonatkozik. Inna iddat al-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitab Allah yawm khalaqa as-samawati wal-ard. Allahnál a hónapok száma 12 hónap. Eképpen rendeltetett el Allah könyvében a napon, mikor megteremtette az egeket és a földet. Ez a 12 hónap más, mint a mi normál számításunk alapján vett 12 hónap. Ez arra vonatkozik, hogy mikor imádkozz, mikor add a zakátot, mikor menj hajjra, zarándoklatra, egyebekre. A mi számításunk, ami életünket befolyásolja a születésünktől a halálunkig, a test haláláig, hogy mikor vessünk, mikor arassunk, hogy osszuk be az életet, ez egy más számítás, naptári számítás. Igen. De ha majd meghalsz, már a tested, és a barzakhba jutsz, ott is egy teljesen más dimenzióba kerülsz. És ott is az idő mást fog jelenteni. A Korán számunkra azért fontos, mert megtanít több dimenzióba gondolkodni. Feltéve, hogyha megtanulsz, és hogyha felfogod, hogy Isten, aki 6 nap alatt teremtette meg a földet, és a 7. megpihent a trónján, ez a nap, ez nem a te földi életedben vett nap. Majd utána olvasod, hogy egy nap
Allahnál 1000 év, majd egy másik helyen olvasod, hogy egy nap, Allahnál 50 000 év, és mindig más szempontból méri az időt. Mert te úgy fogod föl, ahogy te érted, de Allah nem így fogja föl. És senki más a Földön és az univerzumban úgy nem fogja föl az időt, ahogy te magadnak kialakítottad. Tanulj meg több síkon gondolkodni, mert nem csak az idő, az igazság is több síkú, és minden, ami téged körbevesz. Hogyha te egy síkban gondolkodsz, rabbá válsz, önmagad rabjává. A több dimenzióban látsz és gondolkodsz, kiemelkedsz saját rabságodból. Ehhez segít Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.